It was summer 2000. Cosa la mate? And 10-year-old River was about to spend his first holiday with his grandparents. River could feel the adventure and mischief in his young bones. Most ez a előtörténet a karakternek. Why has River never visited his grandparents before? Wow, Dad! Dad! What? Ask his father. There was a deer! Which one is a white butt, mule deer, or white-tailed deer? Ah, úgy látom, hogy akkor ez a szarvas dolog, ez régi. Régi sem. Grandpa will know. Because my father-in-law knows everything. A few hours later, River was finally in Nez Perce Valley, and his joy was matched only by that of his grandparents. But not everyone shared their elation. Grandpa! I saw a deer! It was probably a white-tailed because he had a white butt. Mule deer also have white butts. How can you tell the difference? Wallace. Richard. I want to speak to you in private. River was amazed when he entered the lodge. Ez mikor először the wall seemed bigger somehow, and the animals looked alive. Wait here. I've got something for you. But that summer, there was one thing River was forbidden to even think about. To be crystal clear, you were absolutely not allowed to let him anywhere near a gun or anything to do with hunting. Richard, that's impossible. Rivernek az apukája nem akarta hagyni, hogy vadászol. You know what I mean. Will you help me finish it? Days went by, and River couldn't get enough of nature. He already felt it was his best summer yet, but it was about to get even better. That's how he met April and Noah. Hi, I'm River. Ah! Why do I always have to be the animal? Because you're the youngest. A Good Times with Weapons race jutott eszembe a South Parkból, amikor ráragasztja a kutya Sandmasters-re. Ugasz a kurványára! No, hunters are ethical. You want to make an animal suffer like this and not even retrieve it afterwards. River kept making the best memories he could that summer. He was also determined to find out more about his mother, as his father and grandfather never spoke of her. I didn't know my mother hunted too. Oh, you found the album. Anyukája is vadász volt. Why do we never talk about her? You'll have to ask your grandfather about that. But you can ask me anything else, sweetheart. But this secret had to wait for another day. Time flew by, and soon the summer was at an end. Wow! Try yelling something. Innen volt az Echo emlék. On the last day, they made a new friend and named her Echo. Ekkor barátkoztak össze a vízhanggal. Jó, reach the meadows where Hollywood can often be found. Hollywood? Milyen Hollywood? Hollywood az valami... Az megint olyan, mint a vízhang? Valami fasság? Ó, de a kocsihoz nem lehet... A kocsihoz nem lehet fast travel-elni, de a range-hez igen. És akkor ahhoz már közel van az autó. Megnézzük, hogy mi az Hollywood. Lightline, köszi a cheert. Viktomi, köszi neked is. Ó, bazd meg, közben lett pénzünk, de semmi baj. A következő küldetés úgyis a launchba kell felvenni, veszünk shotgun-t. Is. Ha Echo a vízhang volt, Hollywood mi lehet? Egy megvadult James Cameron az erdőbe alsogatjába szaladjál. Vagy mit tudom én. Find an animal path. Path? Ez
Szerintem valami állat lesz az, méghozzá egy őzike. Lesz Hollywood. Kapatjuk az erdőbe, balveged, mint semmi gondot. Keresztül nyomom mindenen. Okay. An animal path. If I follow it, we'll always find signs of animals. Ez a kis ösvény rész. Aha. Itt erre megyünk. Dvareon Talvas. Köszi szépen. Hunchabi, Lady Carnival. Köszi nektek is. Kedves tőletek. De nincsenek lábnyomok? Ott is van egy les. Aha, animal static signs. Interact with the static sign. Now I know they drink here. I can return all the time. Tehát ide járnak inni, azt írja often, jobb felső sarokban. Tehát ide járnak ezek a mule deerek inni gyakran. Vissza kell térnünk a lodge-ba. Na most kérdés, ha a kocsiba beszállok és úgy fast travelok, akkor visszam a kocsit is? Vagy az mindenképp itt marad a faszomba? Hm? Szerintetek? Várjatok, ide kell visszajönnünk. A hunting standekhez nem lehet amúgy fast travel-ölni, de felfedezni felfedezhetjük. A kocsit oda lehet hívni majd? Ó, oh, igen? Oké, semmi gond. Felfedezem ezt. Oké, okay, fel lett fedezve. Jó? A lodgehoz akkor visszafásztálunk, és rá kéne jönni, hogy kéne kocsit ide hívni. Le tudod spónolni a kocsit a lodgenál. Ez volt a legnagyobb lítség, amit életemben hallottam. Mindjárt megnézzük majd. Most aludnunk kell. Go to bed and sleep until sunrise. 6? Oké, okay, new mission. Reach Hollywood's territory. Oké, okay, na értök. Vegyük meg ezt a sörétes puskát, hogy legyen olyanunk is. Bár... Vagy most már felesleges? Mi ez a Stinger? Ez egy 22-es? Nem vicces. De ez csak meg kéne menni, nem? Vegyük meg. Megvan. Nem viszünk magunkkal, de megvan. Mert nem lehet csak egyszer csak egyet vinni. Jó, és akkor mindjárt megnézzük, hogy hogyan lehet leszponolni a kocsit. Nem a postaládával. Nem a rendsel. Tab. Ezen a területen van amúgy. A laptoppal le lehet hívni? Oké, megnézem. Igen, megnézzük. Car.
ez az Active, van Thunder, meg Clockwork is. Oké. Okay. A storage-ban secondary. Ó, hogy secondary-nek el lehet vinni magunkkal amúgy a shotgun-t, mert azt hittem, hogy secondary-nek csak pisztolyt lehet vinni. Zsír. Jó, faszom. Akkor elvileg be tudom aktiválni a másik kocsit. És az autó pedig itt volt mögöttünk. Itt a másik autó. Ó, és akkor ide lehet hívni. Aha, a kocsikat. Zsír. Hát én most ezt aktiváltam, úgyhogy... Lámpa kell. Kacsunk. Ez az. És let's go. Zsolesz Hunter, köszi szépen a cheert. Köszi Tibu Dekagróf neked is, Zsolesz Hunter. Hú, az igen, mi is ma terveztük a LEGO streamnek egy nagy részét egyébként. Na menjetek a picsába akkor, nem akarja senki, hogy elüssem a faszba. Öcsém. Oké, be fogunk érni. Én, mivel hogy ezen a területen itt volt az a rész, ahova inni járnak, én inkább elmennék itt jobbra, és így mennék a les felé, hogy a kocsival ne basszuk el, ha? Akkor le kell lőni Hollywoodot. Annyit tudtunk meg a nyomból, hogy ugye a víz mellé járnak inni, igaz? Oké. Okay. Szóval mi egy specifikus állatot akarunk elejteni, srácok. A fölöttem írja, hogy egy olyan szarvast keresünk, kifejezetten egy olyan szarvast keresünk, akinek az egyik szarva sérült, vagyis abnormális. Azt írta, hogy gyakran járnak a vízhez. Valahová oda jártak inni, ha jól emlékszem. Igen, pontosan ebben az irányban. Akkor itt ezt most ki kéne várni? Ja, hogy oké, szétralkottam. Tehát, bocsánat, agancs, nem szarva van, hanem agancsa a szarvasnak. Ez nekem sem nem tegyük. A szarvasnak. A agancsa van, nem szarva. Egyébként ez igaz? Tehát az egyik agancsa abnormálisan nőtt. Szóval itt kellene várakoznunk, gondolom én, ameddig nem jönnek, azt írta, hogy affen
jönnek inni. Gondolom én. Hogy ma kocsma nap van-e? Igen, az van. De rám biztos nem kell ennyit várni, hogy lesen, hogy megjelenjek, bazd meg. Milyen a nehézségi szint? Hardest. Főzzel nekem is Milán kávét, akkor még van egy kevés belőle. Csak közben felbefögtem a Hollywood Dream-et. Meg lehet nézni, melyik órában járnak inni? Nem, nem lehet. Annyit látom, hogy often. Hogy gyakran. Ezek szarnak rá. Meg lehet nézni? Ja, hogy frankon meg lehet nézni, mert nem kérdezted. Ó, oh, oké. Okay. Hol? Igen, kreatív form az nagy. Amikor ott kiírta, hogy affen, ott nem volt egy kis órajelz? De, igen. Nem azt mutatta, hogy mikor? Nem tudom, ugye megnézzük. Várjatok. Kilenckor isznak, látod? Reggel 9-kor járnak inni. A Mule Deer. És mennyi az idő? 7:23. A francba! Akkor mennyire addig lője valami más? Nem. Megvárjuk. Nem tudom. 7:25. Akkor nem ennyi előni már. Jó, és honnan tudja egyébként, hogy 9-re kell jönnie? Mi van, ha késik? A belső órája van, bazd meg! Este 10-kor is. Már ketten is írták, igazatok van, bazd meg! Reggel 7:30, nem reggel 9-ig várunk, nem. Várjunk este 10-ig, az a tuti. Majd most megnézzük 9-kor, hogy melyik irányból jön, hogy majd este 10-kor oda be tudjuk célni. Igen, meg nézd, Balázs, nézd! Ott egy fa. Oh. Látod, hogy jól? Igen. Ott, nézd! Igen. Ott van, azt láttad? Ez egy... 277 méterre lévő fa. Egész 0 méter egyébként. Úgy, hogy másik fa mellett van. Durva, nem? Ott pedig kövek vannak. Mi az, hogy That's Hollywood? Hol? Azt mondta, hogy That's Hollywood! Mi? Melyik az? Honnan tudja? Azt Hollywood? Hogy lehet ilyen mákom?
Mi lesz, hogy a faz? És most? Most mi legyen? Menjünk közelebb? Az a baj, szélirányban vagyunk. Ők közelebb fognak jönni, hogyha várunk tovább, nem? Lehet, hogy egy szent fa. Lehet, hogy azt mondta, hogy Hollywood. Ebből a távolságból nem tudom megmondani egyébként, hogy melyiknek van sérült agancsa. Meg kell várjuk, amíg közelebb jönnek. Igen, mert itt már ilyen 100 méteres körzetben lesznek, valahol itt-ittak. Amint elkezdenek úgymond közelebb jönni, én le fogok merészkedni szerintem ide ennek a fának a tövébe, azt úgy szemközé somok, hogy beszarol. Már 7:37 van. Tárik az idő? Szerintetek? Ez elég jobban pörgött az óra, nem? Nem igazán. Ide fognak jönni inni, nem? Ez biztos. Igaz? Megmozdult? Nem az a baj, hogy hamarabb érek oda, csak a szélirány miatt nem akarok elmozdulni, mert elvileg a lesen úgymond biztonságban vagyok, és inni meg jönnek. De ha elindulok oda, és szélirányba vagyok, és szélirányba vagyok, ahogy látjátok, pont, akkor meg fognak hallani, érezni, szagolni. A szél irány. Nem igazán fog változni. Az a baj, nem fogjuk tudni megcsinálni így. Ha most lenne quick save, megpróbálnám, de nincs. Nem akarom elbaszni. Szerintem ne feszeges George Pelle, ez ilyen... Captain Obvious kor, vagy nem tudom. Esni is fognak sokára, az engem nem zavar. Egy lesen vagyok. Forduljak el, és akkor másfelé fúj a szél. Jé, tényleg. Azt mikor raktam le azt a labelt? Na mindegy. Vagy markert. Igen, egyet értek veled, de úgy kell-e. A türelem a jó vadász erénye. Én türelmes vagyok. Egyen most akkor lehet, hogy váltsál át fegyverre. Ha mégis kellene, akkor ne a tárcsővel nézzünk rá. De nem tudom, hogy melyik Hollywood! Nem baj. Mi az, hogy nem baj, baszd meg? Hát a sérült agancsút kell lelőni, ez nagyobb a zoom-al, mint a szkóp. Azzal a foszkóppal nem látom meg. Megpróbálok kiebb húzódni, hogy a szélirányjal játszak.
Hungarian Paddy, Morgó, Balú Capitano. Köszi szépen. Még ott vannak. Mindig túl messze vagyunk ahhoz, hogy megállapítsuk, hogy melyiknek van a sérült szára. A terv a fa. A Hollywood. Ezt rókeszi a két hónapot. Így talán nem vagyunk szélirányba. Még egy óra múlva mennek inni. Köszi, Retrokreatív, igyekszem. Mindjárt az igazság pillanata. Szóval, nézitek? Az? Az olyan, nem? Várjátok, füllezik. Annak úgy nézett ki, mint hogyha genyós lenne, nem? Nekem de totál úgy tűnt. Ő itt. Méter az nem elég. De mi van, bazdmeg? Fáj a bokád? Menjél már, bazdmeg! Igen. Ő az. Tudja, hogy ő az. Látjátok, igen, baszos? Innen nem tudom ellőni. Innen nem tudom ellőni, az a baj. Menjünk közelebb! A kemények innen durrantanak. Hogy 8 óra 3 perc. Jó, nehogy elinduljanak még 20. Az a baj, ez az elindulás, így tapasztalva mondom, az olyan geci, hogy a közben nem levet le őket, basz meg. És akkor tudod, elfogtuk a vízhez, akkor még egy negyed óra, még oda csosszogok. Mindig túl messze van. Nem fogom tudni meglőni innen. Száz méter, srácok, száz méter. Melső lába mögött lőjem meg. Lapocka környékén. Rendben. A kisbakor lesz az, srácok. A kisbakor lesz az. Nem zöreg a bokor?
Hasonlja! Ez a sörétes. Ez a golyós. Baszd meg! De eltaláltam! Mi a faszta fog se már? Eltaláltam! A lapockájánál! Az a király, hogy igazából a vízparton sem tudtam volna ennél jobban meglőni, mert telibe ment. Kérdés, hogy most mi lesz? Mert ugye ezt eddig mindig szoptuk. Aha, mutatja, hogy Hollywood. 300 méterre van. Hollywood. Futnunk kell, nem? Az a 300 méter nem tudok lelopakodni, meg lenyomozni, mert addig kimegy a világból, nem? Hagyjatok a vérnyomokkal a gecibe, bazd meg! 3 órás streamből másfelet kurtunk el a vérnyomokra, úgyhogy hagyja még én! A vérnyomoddal! Büdös lófaszra basztuk el! Erre lesz tuti. Erre mentek, igaz? Itt látszik, ahol le van tarolva minden. Ott. Ott buktak le. Arra. Láttam. Ott volt Hollywood, arra. Ezt ki kell nyírni. És mondjuk mikor lesznek hajlandók megállni? Tehát így átlagosan mennyit fut egy szarvas, mikor meglövöd? Nincs erre valami kimutatás? Ami kiemesében a golyó. Ja. Hat, 7 kilométer? Pff, lófasz. Mit szóval kellett volna jönni? Ott van! Melyik őjük Hollywood? Ott volt Hollywood. Erre jöttek. Az egy Mjoldir, de nem ő az. Erre jöttek, futnunk kell. Ezt imádom, mikor ezt csinálja a játék. Hogy így
tele, az egész erdő tele van őzzel, fut 100 métert, megnyomod a gombot, és sehol nincs senki. Figyelj, biztos, hogy erre jöttek. Képzeld már, vérnyomonként jöttünk volna ennyit. Az szerintem több, mint egy óra lett volna. Amúgy itt egy vérnyom pont előttem. Ott mennek lenn, nézzétek. Nem akarom megállni. Innen halkan? Én komolyan mondom, belefejlek egy ceruzába, bazd meg. És eltűntek. Öregy! Ennyi? Semmilyen nyomunk nincs már több, pedig 50 méterrel közelebb kerültünk, mint voltunk. Így errefelé futottak el, azt láttam. Most már se hang, se semmi. Az a durva, hogy most visszafutunk oda, ahol voltunk. Húsz perc múlva inni kell. Odáig még csak visszamegyünk. De hogy tudnak eltűnni, bazd meg? Ez őrít meg. Pláne, hogy olyan nyílt a terület, mint a szar. És se hang, se nyom, semmi. Pedig tutira itt futottak el. És tutira meg is lőttem. Itt a les. Most már megvárjuk a 9-et, de kétlem, hogy ez be fog válni. Jó napátja, köszi szépen 3 napot. Trimbert, köszi 53-ot. Estro közben köszi, és Kastria neked is. Ha halkabban mennénk, nem futnának el. Nem érted, mit mondok. Tehát, nagyon halkan megközelítettük az őzeket. Most érted, gondolom, hogy mindig egy perce jöttél, vagy gondolom, meglőttük a megfelelő helyen, nem halt meg. Onnantól kezdve fut, mint a kurva anyja.
Ha nem futsz utána, úgy elfut, hogy nem tudod, hol van. Ha úgy elfut, hogy nem tudod, hogy hol van, akkor 4,5 óráig követhetsz vérnyomokat, amik visszavisznek ugyanoda, ahol elindultál. Ha viszont futsz, sose állnak meg. Tehát mi a lényeg? Le kell vágni az utat, és futásból kell őket lelőni. Hogy érted? Na mindegy. Nem, nincsenek. Most azt nézem a cserbe, hogy cringe. Mi a cringe? A cringe az nem az, amikor kellemetlenül érzed magad attól, hogy valaki... Hogy is van? Secondary shame. De most mi volt ezen a cringe? Boomer? Milyen boomer, bassz meg? Hát most mi a fasz csinál még egy puskával? Valaki más viselkedése miatt te érzed magad szarul. Azaz! Köszi! Hú, az a cringe. Nem, nem jönnek sajnos. Nem jönnek. 3 perc múlva lenne az ivóka, de hát nyilvánvalóan nem jönnek. Hát akkor annyit tudunk csinálni még mielőtt végzünk, hogy visszafast-travelezünk. Alszunk következő nap mondjuk, mit tudom én, 8:40-ig, vagy valami ilyesmi. Szekunder szégyen érzett a cringe. Igen, csak nem tudom, mi volt a cringe. Próbálom megérteni. Nem lehet meghatározni a percet. Az gond. Hát akkor ez ennyi. Azt meglátjuk, mi lesz. Megyek gyalog. Én csak szerettem volna megtudni, miért vagytok ilyen agresszívek? Mi bajotok van? Mármint most komolyan? Most miért akarjátok bántani azt a szerencsétlen? Nincs semmi baja, de csak nem értettem, hogy miért, mondja, kíváncsi voltam rá. Mert olyan nagyon sokszor van, hogy én nem értem, hogy mi történik. Túl gyakran, áó. Én kurva sokszor nem értem ezeket a modern dolgokat, de komolyan. Néha megpróbálok úgy tenni, mintha. De abból sose jön semmi jó ki. Gyorsan lebukok? Hát elég gyorsan. Mikor megpróbálok úgy tenni, mint aki érti. Áó. Szóra 6 perc van. Jó, hát ki fogja tudni várni szerintem.
Mert ugye elvileg ugyan megint olyan rohadt messze vannak a fa mellett. Ott kell legyenek akkor megint a fa mellett, ugye? Na az a baj, egy lövéstől most se fog meghalni, bazzeg. Szívvel lövöm, megfog? Hát, Wycliffe, nem vagyok benne biztos, hogy tudom, hogy hol van. Oké. Nincsenek ott. Én azt hittem, hogy ez így működik, ez a játék. Még jöhetnek, ettől függetlenül. És akkor most... De, Igen, az a baj, ez egy specifikus szarvas. Nem tudom. Nem tudom, hogy mit lehet akkor ilyenkor kezdeni. Nem. Pillanat. Nem tudom, hogy így. Mert itt azt írta, hogy az őzek ide jönnek erre a területre inni. Valahogy ide. Attól még az őzek jöhetnének, nem? Hogy Hollywood nem jön. Csak az a baj, hogy tehát most ez mi? Tehát, hogy egyszer meglepett Hollywoodot, amiben természetesen nem hal bele, és onnantól ez a kézgán, hogy meg kell keresned vakon az erdőbe, vagy cső. Jó, az 19. Hát... Majd kiderül. Az a baj, hogy én kételkedem benne. Hogy ide fognak jönni. Csak azt nevét, csak hogyha, mert megérteném, hogyha az úgy lenne, mi az a kérdőjel a pont. De szerintem egy kérdőjel jelzi az őszet. Oda kell menni beszélgetni vele. Szerintem. Elmegyek oda. Az előző kérdőjel, ez a magas les volt egyébként. Lehet, hogy ez itt egy bozótos. Vagy az is lehet például, hogy egy etető. Vagy egy gát. Ott van az őz merchant. Nála lehet venni az őz skint. Nem tudom, hogy mi az, de tényleg. Megnézzük. De ez egy kereszteződés. Vagy egy parkoló. Hát, egy másik magas lesz. Na hát. Ez meg mi? Hihetetlen.
Egy magas les. Felmegyünk. És a palánk mögött Nicole Kidman disznót vág. Igaz? Nem. A francba! Mi ez a lila szar itt? Amúgy. Nem fognak jönni. Szerintem nem fognak jönni. Ott a need zone, látjátok? Muldir drinking. Mutassa, hogy ottan fog inni. Fél óra múlva, srácok. Hogy az vér lenne? Nyilvánvalóan. Tehát látjátok, ez itt egy ilyen, már amúgy elmúlt, ez itt egy ilyen hegységrész, és akkor gyakorlatilag ugye egy ilyen 500 és kötőjel 1000 négyzetméternyi vér volt az előbb itt a mapon, azt jelölte az a lila folt. A szagomat? Hát Balázs, már nem azért mondom, amikor valaki olyan bűnös, hogy látszik a térképen, az durva. Már ha engem kérdezel. Persze bármi előfordulhat. Akármi. Nézzük meg a többi kérdőjelet a térképen, hát ha azok az őzek. Jó ötlet. Jó ötlet. Egy egész napot aludtunk, érted? És ezen a kibaszott nagy nyílt területen még egy szúnyogot se láttam eddig. Érted? Se fácánt, se borst. Semmit bazd meg! Nincs, kész, ennyi! Hopp! Egy légy volt az. Ja igen, azt elfelejtettem, baszd meg, hogy erről a lesről nem látunk rá az ivó részen. Csak a másikról. El kellett menjünk a másik kérdőjelhez, ezt elfelejtettem. Igen, valahol itt lesz az ibópont. Balázs, baszd meg!
Ne tudszögjél már a kurva életbe, elmegy, geci! Na most mi van? Egy föld alatti bunkeren keresztül jönnek. 8.43-ban. Menjünk fel a lesre, vagy maradjunk itt? Menjünk fel a lesre, vagy maradjunk itt? Maradjunk. Maradjunk itt? Csak azért, hogy ez közelebb van, érted? Igen. Ő Hollywood. A cseszett szarvú. Bazi. Ott van, bazd meg. Megint néz, geci. Jó, kész, ennyi, fejbe lőjük. Abba nem döklik bele, bazd meg, hagyja faszomba. De ezt nehezebb eltalálni, nem? Mit? Ezt nehezebb eltalálni. Oda néz, képzeld el, bazd meg, Tupac-tól a Kaliforniát. Hallod a fejedben? Igen. Ahogy jön a kana kurvákkal, az erdőbe, geci. A fél szarvú. Kananam, tam, 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 tarararam, tam, 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 tam. Tarararam, tam, 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 azt ott nyomja. Ne nézzél! Miért nézz, Michel? Ellik? Okádik? Öklendezik? Mi van? Nem túl jó. Megfordult. Szagíre vagy oda, basz, meg inni kell, mert szomja, ha az baszod! Milyen messze van? 172 méter. Ez nem ő, ugye? Ez nem a szarvas. Ő a szarvas. Ő elmegy, vagy jön? Na jó. Nem tudom. Kapta? Valószínűleg erre számíthattunk, már 4 perc vége van a streamnek. Ezzel a fegyverrel nem lehet 100 méterről messzebbre lőni, mert nem hal meg tőle egyáltalán, ezt mondták még a tutoriál idején, de most már muszáj volt előjön, mert már végeztünk egy ideje. Én megmondom őszintén, hogy ez egy ilyen kis nyugis, félig meddig vicces stream akart lenni, hogy megnézzük ezt a játékot, mert izgatta a fantáziámat. Ennek ellenére jóval toxikusabb lett, mint gondoltam. Szomorú volt, igaz Balázs úgy lényegében? Ez van. Nem tudom, hogy miért, vagy hogy gondolom, hogy ezt én váltam ki az emberekből, de ettől függetlenül tényleg szomorú, hogy ennyire toxikus lett. Én nagyon sajnálom. Nekem ez nem állt szándékomban egyáltalán. Reméltem, hogy egy kicsit ilyen nyugisabb lesz, de hát
Az a baj, manapság már nem nagyon tudom, hogy mire lehet számítani. Acumiónak köszi az 57 hónapot, MBK NL köszi az 51-et, Teletobi köszi a 30-at, Márk Mocsány köszi a 2 hónapot, Joda bátyja köszi a 3-at, nagyon szépen köszi mindenkinek. Megnéztük, szerintem a játék egyébként nagyon szép, meg egész jól meg van csinálva ez a kampánymód. Jó lett volna belőle többet látni, csak elég sokat szarakodtam az őzekkel. Mondom, nem tudom megmondani, hogy mi az oka annak, hogy most ennyire toxik volt, de mondom, gondolom, hogy én. Evan. Nem baj? Ha minden jól megy, holnap tudunk thymaziázni, úgyhogy új Souls-like játék közeleg, ami eléggé erősen Bloodborne ikletésű, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy milyen lesz a játék. Holnap délután azzal fogunk játszani. A menetrendben még nem írtam be, de tudjátok, mert már múlt hét óta azért igyekeztünk a Sekirót befejezni, hogy ne fusson vele össze. Úgyhogy holnap elvileg thymazia lesz, be is írom a menetrendbe mindjárt. Nektek szép délutánt per estét kívánok, és akkor találkozunk holnap reggel a reggeli műsorban. Addig is legyetek jót, én köszönöm szépen a figyelmet. Na, szevasztok!